itt van a vonat, még azt így felvesszük. Ezzel jöttünk. Meg itt vagyok én is, tehát megérkeztünk Rijekába. Előttünk van az állomás épület. Nyertetem arra. És ott is jön be valami mozdony. Másodleg meg még azt, meg itt áll még itt két DB-s is így félreállítva. Gondolom a szlovén kocsik mennek majd vissza. Ja, ezt meg kihúzzák a tárolóra. Akkor, hogyha azt a napra teszik, este megdöbünk rajta. Azt hiszem. Hogy a halló kocsik alá rúgatnak a kocsikon. Hogy rajta marad a kocsik. Dani, ugye a halló kocsik alá rúgatnak a kocsikon. Jöjjön. Hát Max lehúzza az összes ablakot. Ja. Hát de hogyha nincsen menet szél, akkor sokra megy vele. Hát mert hogyha van egy kis húzata, hogy már jó. És egy gőzös rögtön. És még hozzá magyar is. És ráadásul magyar gőzös. Kikötő, tengerpart, itt vagyunk, és még mindig Rijeka. Aloha van. Kicsit előrébb nézve, hogy az arra lehet szokni egy helyében. Na, menjünk tovább. Na, ezt nézzétek. Skúl Mátyás vasöntödéje, fiú, 1914. Hát egy 104 éves idő, vas. És magyar ráadás. És magyar. Azt nézd meg, hogy megnyitott ajtóval vagy a busz. De kár, hogy ilyen messze volt. Egy-két buszpotting is mehet. Akkor be is kapcsoljuk. Ja, mindig is minden indul. Egy kis buszpotting. Hát most ezért ilyenkor kell bevezetni a Skype-ot, vagy a Viber-t. Konnektor az itt is van. Van belőle. Mondom, ezt majd elküldöm egy-két ilyen busz van ismerősnek, hogy konnektorokat itt is lehet látni. Még Bukarest. Ja, de mutatok az itt, Sorento 32. Mercedes konnektor. És ez még itt is van. Konnektor, ott van, ott megy a konnektor. Konnektor. Azaz. Az megint. Még egy konnektor, ott van. Tehát csiklós konnektor. Konnektor, igen, hát de van. Csiklós konnektor. Meg egy csomó veterán autó is elment itt, csak azt azért még... Az jött az ebéd. Ó, azaz. Kulj. Sörünk az még van. Igaz, már sok, de egyébként jó kis horvát söröket iszunk. Csak így... Sem.
szépen itt van velük, ezért másik oldalt a busz maga álló, úgyhogy még buszokat is tudtam videózni. Én nélkül. Úgyhogy itt vagyunk közben. Hoppá! Az egyetlen bagós meg termeli a csikkeket is. Jön egy másik. Valami a veterán jármű találkozó lehet, mert rengeteg ilyen old school járgányjel ment itt. Ott egy kabrió is. De most legalább egy párat sikerült megcsípni. Jó. Egyet már én is láttam ide a kóból. Szóló voltam, ott láttam az idekót. És ez valami ezért, valami elektromos lehet, nézd meg ott a széndioxidról ír valamit, hogy 17,6 tonnával kevesebb széndioxid. Akkor ez lehet... Ja, valami hibrid vagy... Ja, mert az nem gáztart, az a fehér, az nem gáztart rájuk. Tehát ilyen lehet, hogy... Az a klímához tartozott, hát, mert az a klíma, mert itt van elő is, ne, csak... Azt is én azt értem, hogy nem gáztart rájuk. Ja, nem, mert a földgáz azt szaktalad, azt nem fogod érezni. Azért tudod jelenteni. Mert szerintem, amit... Sima robbanó motoros meg elektromos. Igen. Szerintem, mivel föltankolják a gázos buszokat, azt nem szakosítják azt a földgázt, azt nem érzed a szagát. Ami a gázcsőben van a földgáz, annak érzed, mert az kevernek szakosítót. Tökül lenne. Hát nem, mert egyébként a földgáz szaktalan, csak a kevernek hozzá szakosítót érezzed, hogyha szivárog. Hát igen, hasznos. Meg vagy. Mit tudálsz, pöcsömöt se? Szerintem miért kivenetek az úrnak. Nézzél, Martin Havánon most ébredt föl. Látom, már is egy kis kétet. Hatom ki egyenesítem, még kicsit bőrfelek. Jön egy kamion is erre. Nagy platós kamion. Na, határa Adimán vedel, mint szokott. Dani már a telefonját nyomkodja, kocka. Neki kifogyott a sör. Próbálom. Hát, nézed meg. Hát elfogyott van ilyen. Hát nekem is elfogyott, Daninak is elfogyott. Határt meg csak szörcsölgeti. No, hogy mindjárt jön a következő kör. Igen, azt már kikértem úgy, hogy lesz következő kör. Egyébként meg ezért buszpottunk az volt, mert mögöttünk van a buszmagálló, és viszonylag sűrű járnak a buszok. Ja. És még fölmegyünk a várba, és ott azért a panorámát fotózni. Meg azért lesz még egy-két dolog. Szétnézünk, aztán meg góstrandolni. Igen, góstrandolni, és végül is 20-50-ig ráérünk. Más tartós törölközővel, meg más tartós felfolyató gumimatraccal. Mi kaptunk ezek a más tartók törölközőt a gumimatraccal, fejenként egyet neki kapott. Ez a CU vonat, hogy ide jön legelső. Észti a CU. Nem baj, jövőre megyünk splitbe a legelső vonattal, megint begyújtunk egyet. Azaz. Sirályok öregednek. Ó, sirály. Na, nézd csak. Sirály. Hát én meg sirályul tudok. Még pofáznak is. És meg vissza is pofázik a másiknak. Jön egybe másik. És megérkezik a következő, az erősítés. A szívta a bandát, figyeld. Itt mindjárt bandaháború lesz. Azt elvenik az egyiket, figyeld. Mindjárt bandaháború lesz szerintem. Thank you. Na, és akkor megérkezett a következő kör sörünk is. Lehet sörözni. Azaz. Ott egy ideje nem jött már. Na, van már Lego videó is, ami rajta vagy. Jó, hát persze, majd van anyag. Most se. Azaz. Most fog elindulni.
ezt nézzétek, milyen magasra feljöttünk. Azt már nem tudom megmutatni, milyen meredek kaptatom, akkor nem kapcsoltam be a kamerát, de kurva meredek volt, és kurva hosszú. És választó. De fönn vagyunk. És nagy nehezen. Kis. És szerintem erre kell menni az erődhöz, nem? Uh-huh. Hát akkor menjünk. Hát ez már ahhoz képest, amin eddig feljöttünk, ez már nagyon baráti. Ja, akkor el nem tudunk menni. Tudom. Nézzük meg a másikat. Hát az más feladat. Ez Zsák utca. Ja. Igen, mert ez egy ajtó. Hát akkor nézzük meg amarra, mi a helyzet. Na, egy meredek kaptató ismét. Bár ez még mindig kevésbé meredekebb, mint ami feljöttünk. Itt vagyok én is. Jövünk. Onnan lehet szép a kilátás, onnan a panelnek a tetejéről. Ja. Vagy onnan a hegy tetejéről. És ott a tenger. Ja. Jobban rázumolok, még azt is látom, hogy úsznak-e benne. Na, menjünk tovább. Ezt a kilátást nézzétek meg. Ezért mondjuk megérte ide följönni. Arrafele még van egy autópálya, és ott láttuk az alagútját, ez meg egy régi viadukt lehet. Ott a vasútvonal. Hol? Itt. Ja, igen. Csak a felső vezetéket figyeld. De egyébként ott van, ott a vasút. Ez meg itt valami csatorna. Betáljon. Feljöttünk a várba, és ezt látjuk innen. Nézzétek meg. Ott vannak a panelek, ott a sok emeletes, ott a tenger, és onnan jöttünk valahonnan, onnan indultunk, ott a pályaudvar. Oda kell majd visszamenni. Az ott mi? Arrafele meg egy autópálya. Ez meg egy távső. És ez róla megy. Fekketettet, úgyhogy leülök én is. Meg megy majd profilképpen. Csinál a programot. Oké. Okay. Ott pedig valamit építenek, az a része le van zárva itt a várnak. Ott van egy magasabban lévő torony is. Ott pedig a gyárkémény, amit már mutattam rendőr. Ott pedig ez a csatorna, amelyik a tengerbe vezet. Várják, újra kell csinálni. Ott volt az újadok, amire látott. Na sziasztok, feljöttem ide a bácsi tetejére is. Tessék, ezt lehet innen látni, megmutatom nektek. Itt egy autópálya valami, ott egy alagút. Talán még az is látszik, hogy hány méter mag hosszú. Hát az pont nem lehet annyira rázumolni, de se baj. És ott pedig egy kétsávos alagút. Ez is tuti valami autópálya. És nézzétek, mekkora viaduktot építettek ide neki. És ott eltűnik a helyben, meg a másik oldal az jön ki. Nem semmi. És ez itt a kilátás ide föntről. Ez a legmagasabb pontja a várnak. Ezt kell mondani. Ezért nem semmi lépcsőkövel minden felmászva lehetett ide is eljutni. De tessék, nézzétek meg, ott megmutatom. Ez volt az, ami föl kellett jöjjek ide. De megért, tehát ezt nézzétek, itt micsoda kilátás van a tengerre. Innen majd még csinálok fényképet is. És egyébként igen, itt vagyok, úgyhogy... Sziasztok innen a magasból! Van? Jó? Úgyhogy...
lássátok feleim. Egy jó videóért mikre nem vagyok képes, még ide a kaptatóra is fölmásztam. De megérte egyébként, nagyon szép innen a kilátás. Úgyhogy, hát akkor majd legközelebb jelentkezek. Lehet, hogy már csak a strandról, de majd még találkozunk. Sok időnk van még, bőven van még időnk megnézni mindent. Úgyhogy majd legközelebb jelentkezem. Van még legalább egy olyan 7 óra, hát egy olyan 6 óránk biztos van a vonatig, több is. Ja, nézzétek, Ádám jön föl. Ugyanazon a kaptatón, amin én is fölmásztam. Jó fél. De megéri ezért a kilátásért feljönni. Főleg ott a dupla alagút, meg a másik alagút. Itt a hegynél, de itt aztán van. Ez az, de mivel eddig feljön az ember? A tüdőnket kiköpjük. Hát azaz, az oda lent van majd, de majd visszafele úton találkozok a tüdőmmel, az ott van. Majd visszarakjuk. Igen, azt már kiköptem. Ez az. Pedig én nem is bagóztam szét az enyémet, aztán mégis az évek szenvedtem, mire ide feljöttem. És ott is van még egy alagút. Nem tudok, hogy a rázom mondani, hogy a tábla is látszódjon, hogy hány méter hosszú. De oda ki van írva. Meg ez a viadukt, ez ami nem semmi. Ezt nézzétek. Na jó, majd legközelebb jelentkezek. Jön föl a Határ Ádám is jön fölfele, jön ide. Köpködi ám a tüdőjét. Bizony, tüdőkiköpés póva. Ádi. Igen. Figyelj majd ide. Fel a meredek kaptatón. És itt vagyunk a világ tetején. Legalábbis úgy érzem. Hát kávé. Én a világ tetején. Látod, majdnem itt mentünk el. Itt ezen az úton. Igen, és nézd meg itt is mennyi alagút van. Még ott lent is van egy. Ezt eddig észre se vettem. Itt, jó, ez lehetett a régi, ez a viaduktor, csak ezt már nem használják. Az a kis alagút ott lent. Ott arra, hogyha nézel, ott a kis alagút. De az be van falazva, most így nézem, hogy a sehová nem vezet, be van falazva. Hát lehet, hogy vasúti volt egyébként, és ezt azt már nem használják. De közúti is lehetett, csak akkor még egy sávos volt, aztán két sávosat később építették oda neki. Na mindegy, felértünk, az a lényeg. Úgyhogy ilyen magas emelkedőn jöttünk fel. De itt vagyunk, úgyhogy majd legközelebb jelentkezek. Na, feljöttünk a várba, mert megtaláltuk a sörözőt is, és itt vagyunk. Fényképezők, powerbankek, telefonok, sörök. Vasút fotósok. Nyaralni mennek. Ezt olvasd el, Dani. Ez mi? Ja, tökös. Igen, az a nem mindegy. Egyébként nagyon szép helyen vagyunk. Köszönjük. Ez még hogy város, egy nagy WC csésze. Nézzetek szét. 5,5%. Ja, egyébként ilyen sőt iszunk most, ez a Pan. Pen. Pentamni. Pentagon. Pentagon. Jó, legyen Pentagon, az könnyebb kimondani, mert megjelzni. De nincs lehívva, hogy hanyas. 5,5-ös. Ja. Felül a nyakán. Dik. És a 0,5 liter mellett. Igen, megvan, most már látom. De jó sör, ez nagyon finom. Na hát akkor egészségetekre. Egészségünkre. Egészség. Na, és milyen lesz a valósodat? 35 perc gyalog. Viki csunáj. 2,8 km. Hát azt lesétáljuk, jó? Akkor most tudjuk, hogy 2,8 km van a strand. Azt lesétáljuk, az semmi. Közben meg a háttérbe szól a Biki csunáj. Dani csunáj. És még ott a strand mellett van olyan, hogy Hotel Jadran. Az mi? Jadran Hotel. Tudod, volt a Jadran nemzetközi gyors és pár éve Prágában, ami keresztül. Jaj, igen, azaz. Vajon honnan kapta a nevét? Jó. A CEO-nál legalább lehet tudni, hogy honnan kapta a nevét. Jó. Meg a Nyihaháról is.
Na közben jön, közben itt Póvernek is szépen. Itt az áramot azt nem nagyban használjuk. Amit elhoztunk magunkkal. Diki csunáj. Akkor amúgy ez az 51 kuna az én szekrényemre megy. Oké? Okay? Oké. Okay. Ebben benne van. Egyetem. Ígyunk egy kiset. Ja, számoljuk 40 forinttól, akkor írom a listához. Jön ki az alagúrból tolatva. Tengerparton, hát fürdős logot nem csináltunk, azt elfelejtettük, a fürdésen túl vagyunk. Deket itt a tenger, nézzétek meg. Ebbe fürdöttünk, nem is olyan régen. Hát most meg már itt vagyunk, és lassan készülődünk vissza az állomásra. Nézzétek meg, azért gyönyörű a tengerpart. Konnektor. A fémes cica. Mercedes Connecto, Tiekába. Ez egyes járat, és ezzel utazunk. Egyes plusz, akkor lerakni szabít, én is vajon. Jó. Nagyon tökem a Hána is jól lenne. Magyarik szállunk? Mit tudunk? Mindegy, a vasúszat az amúgy is el. Ha visszaérünk a belvárosba, azt fogjuk le. Mert hogyha túl megyünk rajta, az visszasétálunk egy megállót a segítőszakban. Jó, akkor csak 3 km. 45 perc sétáltunk, kivéltünk meg visszat. Lesz idő, vasutat futózni. Menjünk ott, hogy 10 fejénként. Fejénként 10 fejénként. Igen, egy gyalog. Igen, egy fotó, hogy kicsit.
és megyünk át föl alatta. Igen. Jó, jelezzél. Ott a vagon. Igen. Jó. Mindegy, ahol megállunk, ott leszáll.